A Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum a Vármegye hat városában, 8 iskolában kínálja a szakmáit, egyaránt technikumban és szakképzőiskolában. Idén is várják a 2024-ben érettségizett tanulókat. Mintegy 17 ágazatban és több mint 40 szakmában kínáljuk a lehetőségeket a, a jelentkezőknek. Ami közös a képzésekben, hogy ezek két évig tartanak, nappal is képzések, Ingyenes képzések, hiszen ma a megújult szakképzési rendszerben két szakma és egy szakkép, szakképesítés mindenki számára ingyenes. Csapó Gábor főigazgató tájékoztatott arról, hogy a képzések megkezdésekor ösztöndíjat kaphatnak a diákok. Majd amikor átfordul uh, a képzés duális szakaszba, akkor uh, uh, szakképzési munkaszerződésre alakul át, és ez már akár 100 ezer forintot is meghaladó lehet havonta a tanuló részére. Sőt, azt is el tudom mondani, ami rendkívül kecsegtető, hogy a szakma megszerzésével a pályakezdési támogatáshoz is juthatnak a tanulók, mint egy 300 ezer forint értékben egyszeri támogatásként. A főigazgató az érdeklődők számára a tmsc.hu és az ikk.hu honlapot ajánlja, ahol minden információ megtalálható a képzésekről.